A tavasszal még NB1-es Békés Csaba védekezésre rendezkedett be Kisvárdán, ahol a hazaiak mezőnyfölénye jellemezte az első 20 percet. A vendégek a kontrákban bíztak, és a 23. percben végig is vittek egy támadást, amelynek végén Urbin lőtt Iváncsics kapujába. Előnye birtokában még passzívabb lett a Csaba, a hazaiak mentek ugyan előre, de nem volt átütő erő a játékukban. A szurkolók abban bíztak, hogy a szünet után megtörik a jég, azonban a 49. percben egy védelmi hibát kihasználva megduplázta előnyét a vendégcsapat. A Kisvárda mindent megpróbált a hátralévő időben, de ez egy olyan nap volt, amikor semmi sem jött össze a hazaiaknak, így a szezonban először pont nélkül maradt a Várkerti pályán Révész Attila együttese. Erre számítottunk, hogy ilyen lesz a felállásuk, ez lesz a mi játékunk, és talán tompábbak voltunk, mint amit reméltünk, és ugye azt tudjuk, hogy a gólszerzésed roppant nagy frissességgel, hát ma nem volt. Egy játékosunk volt elől, aki eddig pihent, a Rajci Peti, ma nem tudta azt nyújtani, nem voltak meg a segítőtársak neki. Egyet egyben nem nagyon tudott most mit kezdeni ezzel a betömörülő védelemmel, és hát ugye az ellenfél meg folyamatosan a saját térfeléről tudta a kontrákat indítani, mert nagyon fönt voltunk, de hát rákényszerített, hogy játszunk, támadjunk. A vendégek megbízott edzője szerint a helyzetek alapján a Békés Csaba nem érdemtelenül nyerte meg a mérkőzést. Tudtuk, hogy a Kisvárdának remek játékosai vannak az első zónában, és elég veszélyesek minden egyes beadásuk, minden egyes támadás felépítésük. Így azért, hogy mi tudtuk megszerezni a vezetést, tudtuk azt játszani, hogy lassítottuk a játékot, tudtuk azt játszani, hogy minél gyorsabban próbáljuk befejezni az akcióinkat, és úgy kontrázni egy-egy felépített védekezésből, ahogy kell játszani előnyben. De azt is el kell mondani, legalábbis az én véleményem az, hogy nekünk volt több kidolgozott helyzetünk, hiszen nekünk voltak nagyobb területeink, nyilván a Kisvárnának voltak lehetőségei, főleg a felívelt labdákból, illetve a rögzített szituációk után, de mindent összevetve én úgy érzem, hogy megérdemelten vittük alá 3 pontot. A forduló további eredményei a következők: Dorog Nyíregyháza Spartakusz 0-1, Cegléd Moson Magyaróvár 3-2, Soroksár Csákvár 5-0, Budaörs Vác 0-0, Grosics Akadémia Siófok 1-0, Balmazújváros Zalaegerszeg 0-0, Kozár Mislen Sopron 2-1, Puskás Akadémia Szeged 3-1 és Szolnok Cigánd 0-0. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakusz 14 ponttal, megelőzve a 13 pontos Balmazújvárost. A 11 pontos Kisvárda a 4. helyen várja a 8. fordulót.